A mindössze 17 éves Keszthelyi Vivien is a szágoldás szerelmese. Múlt héten a Hungaroringen második helyezést ért el. Hátsó kerék meghajtású nagy túrautó kategóriában eddig ez pályájának a csúcsa, tulajdonképpen legnagyobb eredménye, és most itt is van velünk. Szia Vivien! Szia! Mesélj egy picit erről a hungaroringi versenyről. Hát hazai közönség előtt mi lehet nagyobb dolog? De gondolom akkor hozzájárult a közönség. Mennyit lehet egyébként érzékelni az autóban a szurkolásból? Nyilván elég élet, mikor rajtáson állok, hogy akkor nem zúgnak a motorok, illetve nincs semmilyen zaj háttérben, csak azt lehet hallani, hogy a szurkolók buzdítanak, úgymond, hogy minden jobb eredményt érjek el. Ugye elég jól sikerült a verseny, így azt kell, hogy mondjam, igaz, hogy az első versenyen a negyedik helyet tudtam megszerezni, sajnos, mivel volt egy kis technikai probléma az autóval, de sikerült a második versenyen második helyre behozni. Mielőtt még tovább folytatnánk ezeket a szakmai kérdéseket, nekem lenne egy laikusabb kérdésem, hogy hát 17 éves vagy, tehát nagyon-nagyon fiatal vagy. Mikor jött neked egyáltalán az, hogy autóversenyző legyél, és a szüleid mit szóltak ehhez? Mert szerintem nagyon rémisztő lehet egy szülőnek, hogy a lányuk ezerrel szágult hatalmas autókban. Ez 2013-ban kezdődött, ahogy akkor voltam 12 éves. Ez egészen úgy alakult ki, hogy kilátogatom egy versenypályára a szüleimmel. Ugye akkor is eltűntem egy ilyen pár óra hosszára, néztem a versenyeket, és ugye akkor tűnt fel nekik, hogy engem elkezdett érdekelni az autóversenyzés. Ugye a szüleim mindig szerették az autókat, de senki nem volt versenyző a családban. És akkor kezdett apa telefonálni, hogy akkor hogyan lehet elkezdeni autóversenyezni, illetve ismerősökön keresztül. De nem voltak ezek ilyen hatalmas harcok, hogy ők azt mondták, hogy ezt ne csináld? Nyilván próbáltak leveszteni, de nekem nagyon erős akaratom van, és lehetetlen volt, de abban állapodtam meg, hogy fog menni a versenyzés, illetve a tesztek, akkor folytathatom, ha nem, akkor meg abba kell hagynom, mert nincs hozzá tehetségem. Na de ez az erős akarat, az kell is a versenyzéshez, a kitartás és az a kis csibészség nyilván, ami a versenyszituációkban kell. Ez most már egy másik autó, amivel most mész, hogy a TT-kel versenyeztél eddig, most pedig egy 500 lóerős, hátsó kerék meghajtású géppel, a GT sorozat. De úgy tűnik, hogy ez a vadabb igazi szörnyetek, ez még jobban fekszik neked. Milyen a különbség a kettő között? Nyilván ugye, mint említetted, tavaly első kerék meghajtású TT-vel versenyeztem, ő 340 lóerőt adott le, az idén szereplő autóval, amivel versenyzett, meg 500 lóerő R8-as V10-es motorral rendelkezik. Nyilván nem gondoltam volna, hogy ennyire jól fog feküdni, és ilyen rövid idő alatt hozzá tudok szokni a hátsó kerék meghajtáshoz, nyilván teljesen másik stílust igényel, és hiába tudom a pályákat, amin eddig versenyeztem, teljesen más éveken kell versenyeznünk, illetve más autóval is szereplek a pályákon, úgyhogy ez egy plusz ad, hogy minél többet kell tanulni a pályákon, tehát nem tudom azt mondani, hogy nekem előnyöm van, mert ismerem a pályát. Úgyhogy, de látszódik, hogy rögtön az első verseny hétvégén is sikerült kétszer harmadik helyet megfognom. Egyébként B-kategóriás sima közúti jogsid van már? Vagy csak a szuperlicenc? Sikerült már januárban megszereznem a jogosítványt, de eddig anya teljesen másról. Rögtön elsőre hát is. Hát ezt kihitte volna. Persze, milyen lenne. Ami még szerintem nagyon nagy dolog, hogy ebben a GT sorozatban te vagy a világ legfiatalabb lány pilótája, ha jól tudom. Ez számodra mekkora teher? Próbálok, vagyis hogy mondjam, tehát én nem szoktam ezen gondolkozni, mindig megpróbálom a legtöbbet kihozni magamból, és nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy most lány vagyok-e, a legfiatalabb vagyok-e, úgyhogy mindig csak arra törekszem, hogy a legjobb legyek a pályán, és remélem ez mutatkozik. Hát igen, meg egy marketing szempontból nem utolsó dolog. Viszont ugye hát van egy ranglétre, amit az emberek a különböző kategóriákban végigjárnak, attól függ, hogy mi a cél. Neked mi a csúcsa? Most ugye itt vagy ebben a GT kategóriában egy 500 lóerős hátsó kerék meghajtású kocsival. Mi a vége? Mert ugye van, aminek a Forma 1, de hát van, akinek meg nem, mert inkább a túraautózás, DTM, szóval mi a távlati cél? Ugye a túraautó bajnokságok közül nyilván a DTM az, ahová el lehet nyilván nehezen jutni, de az a felső kategóriát, nekem az a cél. Ez kettő lépésre van, ami azt jelenti, hogy most a GT4-ben versenyzem, lenne még egy GT3, és utána lenne a DTM, de nem tudjuk, mi fog történni, mivel idén évvégén a Mercedes ki fog vonulni a három gyártó közül. Úgyhogy, de remélem, hogy fog folytatódni, csak egy másik gyártóval, azt nem tudom, de ha esetleg sajnos abban maradna, akkor a GT3 lesz a csúcs kategória. Idén ugye nagyon jól indult számodra ez a szezon, viszont tavaly a versenyek elején falnak csapódtál. Nem félsz, hogy ilyen baleseted lesz ismét? Illetve a szüleid, ilyenkor újra jön a kérdés, hogy nem félnek, nem féltenek?
Nyilván a tavalyi évben sokat lehetett tanulni, illetve sok balszerencsés verseny történt, de ezt mindet próbáltam elfelejteni. Én úgy vagyok vele, hogy minden okkal történt, de látszódik, hogy rögtön ahogy kategóriát váltottam, csak pozitív inputok jönnek, illetve semmi balszerencse eddig nem történt, és remélem le is kopogom, hogy nem fog semmi történni. Úgyhogy elég pozitívan állok hozzá, és ami eddig is mutatkozott, hogy dobogós helyezéseket tudtam elérni, úgyhogy reméljük ez így marad. És azért tegyük hozzá, hogy ezek a kacskaringós vonalvezetések azért az érzelem szálait is néha egymásba fűzik, már hogyha csak Hockenheimre gondolunk, ahol a szerelmed is elindult. Milyen kategóriában? Formula 4-ben egész pontosan, és nem akárkiről van szó, de ezt mondd el, te légy szíves. Nyilván versenyhétvégéken ez teljesen máshogy működik. Ugye ott mindkettőnek be vannak osztva a programjai, nekem is be van neki, és ugye nem nagyon szoktunk sokszor találkozni. De ki az a neki? No. Nem lehet elmondani? Én nem szoktam úgymond felvágni vele, hogy most... Akkor mondd el te, Nóri. Nem számít felvágásnak, David Schumacherről van szó. Ralf Schumacher fiáról. Igen. Így van, úgyhogy nem akár. Hát azért az mégiscsak a Forma 1 rajongóknak, ezért ez a név mond valamit, elég sokat is szerintem, úgyhogy... De ez egyébként segít, most anélkül, hogy most nyilván nem akarunk ilyen bulvárba átcsúszni, csak ugye sokszor, de hát ezt mondjuk a színészektől is kérdezik, vagy akárki, től, aki olyan szakmát végez, sportot űz, hogy segítség az, hogy hasonló műfajban tevékenykedtek, vagy azért néha ez nehéz összeszervezni az életet, rengeteget utaznak az emberek, rengeteg versenyhétvége van, és a többi tesztek, és sorolhatnak. Ugye ez nagyon nehéz a versenyzésben, általában én mindig is úgy voltam vele, mert már egyszer tapasztaltam, hogy úgymond barátot nem lehet szerezni, mivel valamikor kialakul egy rivalizálás, ez soha nem az én részemről volt. Nincsenek olyan közeli barátaim, akik, mint a David, hogy úgy mondjam. Tehát a Daviden ilyen szoros kapcsolatunk van, és azt imádom az egész, hogy amikor versenypályán vagyunk, akkor tényleg csak versenyzéssel foglalkozunk, és egyedül ő az, akivel találkoztam, aki nem alakult ki egy rivalizálás, hogy ugye lány máshogy teljesít, vagy esetleg én GT Gatériumon második lettem, ő meg például ötödik az ő versenyén, vagy esetleg harmadik lett. Úgyhogy nem szokott kialakulni, és ez is, amit benne szeretek, hogy támogatjuk egymást. És szerintem ez nem is fog kialakulni bármilyen rivalizálás a jövőben. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és most egy kis megérdemelt pihenés van, ugye? Ezek a hetek arról szólnak, aztán gondolom, hogy kezdődik újra. Pihenés, illetve felkészülés a versenyekre. Felkészülés. Hát igen, 2 hónap múlva lesz Angliában egy versenyem, addig is nem fogok tengerpartokon időt tölteni minden nap nyilván, de megpróbálok felkészülni, mert nem ismerem a pályát, és remélem, hogy azért egyetem jut arra, hogy pihenjek. Hát köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük, követjük a többi versenyt is.